Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, egy érdekes feladatot fogunk ellátni. Azaz, mi a feladat? Nekem van egy olyan lemezem, hogy 500-as Kingston, kellemes kis SSD, 1000 éve használom, nagyon elégedett vagyok vele. Leszeretném formázni, és új partíciós táblát szeretnék rárakni. Ennek az az oka, mert hibát jelzett. Mi a teendő? Gyakorlatilag lecsatolom a lemezt, tehát az az első, hogy az összes fájlkezelőt bezárom, lecsatolom a lemezt előtte, biztos, hogy ne legyen felcsatolva, nehogy probléma legyen. A következő dolog a lemezek, illetve hát a diszk kezelő formázó eszközt, a GNOME diszket megnyitom, és eltüntetem a partíciót, törlés, bekéri a jelszavamat, megadom a jelszót, eltűnt. A partíció azt mondja, hogy szabad hely, eddig nagyon jól megy, igaz? Na hát csináljunk egy új partíciót, megszokott módon, belső lemez legyen, oké, kötetnév, hagyományosan 500, ez a mérete, így könnyen meg fogom találni, az összes lemeznek adjál nevet, és utána tudod, hogy mi micsoda, ha két egyforma lemezed van, mindig nekem, előfordulhat az, hogy most a formázásnál csak ránézek, hogy 480, ami ezek szerint 500, és leformázom a data adatlemezemet, mert ugyanakkora, mert nem figyelek oda. Oda kell figyelni, ha van neve, nem keverjük össze. Oké, létrehozzuk, egy kicsit molyolog, és létre fogja hozni a partíciót. Nyilvánvalóan én egyszerűség kedvéért X4-es partíciót választottam, bevált, 1000 éve használják ezt a partíciót. Egy idő után elkészítette a partíciót, következő lépésünk természetesen az, hogy fel fogjuk csatolni. Méghozzá én a Laci 500-ba szeretem csatolni, na hát gyakorlatilag hogyan oldjuk meg azt? Rákattintunk, egy fájlkezelőbe is kimásoljuk a nevét. Oké, kilépünk a programból, biztos, ami biztos, következő lépés, rákattintunk, csatlakozási beállítások szerkesztése, hát megmondjuk, hogy majd én intézem, nem te intézed, csatolási pont. Csatolási pontot megadjuk, bemásoljuk, tehát Home Laci 500 alá kerüljön, logikus szerintem, leokézzük. Bekéri megint az emelt jogú jelszavunkat, ami nekem be van írva oksi. Na hát, azt hittük, hogy készen vagyunk. Egyébként Linux mint alatt találkoztam vele először, mármint evel a problémával, hát csatoljuk fel az eszközt, hiszen a háromszög, a nyilacska azt jelenti, hogy nincs felcsatolva, meg ki is írja, hogy ő nincs felcsatolva, felcsatoljuk. Kat. Atyaék, hát mindent jól csináltunk. Azért mondom, hogy mindent jól csináltunk, mert az elmúlt pár 5-10 percben 8-szor végigmentem rá, amíg eszembe jutott, hogy mi lehet a hiba. Oké, nincs felcsatolva. Oké, lehet, hogy a GNOME disk szivat bennünket, vagy valami hiba van. Mi lehet a hiba? Mi lehet a megoldás? Hát természetesen egy Google keresés, illetve az emlékeim előbányászása után rájöttem, hogy a megoldás nagyon egyszerű, és egy régi jelenséggel vagyunk összekötve, elég kellemetlenül, az, hogy hol van a fájrendszernek a konfigurációs állománya, kit, hova, miként kell bekötözgetni, hát természetesen ezt FS stabnak hívják. Hát nézzük meg, hogy az FS stabba sikerült-e valami gubancot csinálni a rendszernek, hát természetesen hogyan. Megnyitjuk a fájlkezelőnket, ez jelenleg kevés, megnyitás rendszergazdaként átmegyünk emelt jogba, emelt jogot megkapjuk, értelmesen mutatja, hogy itt piros, és látod, hogy emelt jogod van, azaz egy kattintással le tudsz barmolni mindent a gépedről, tönkre tudod vágni az egészet, hát ezt nem szeretnénk, hanem oda fogunk figyelni. Oksi, ide rákattintunk a kis lemez ikonra, gyorsan a gyökérkönyvtárba át fog dobni bennünket, és az ETC, azaz az összes olyan a cuccnak a tartó mappájába bemegyünk, amire nekünk szükségünk van, lehet látni, rengeteg minden van, nem fogunk gatyázni, pörgetni, hanem beírjuk, hogy FST, FSTAB. Én most olyasmit csinálok, amit nem igazán ajánlok senkinek, azaz nem csinálok róla mentést, mindenki eldönthet, hogy ő menteni akar, vagy nem. Én, mivel hogy ezt már végigcsináltam ma egyszer, úgy döntöttem, hogy ó, ne mentés, de ugorjunk bele.
megnyitás ezzel szövegszerkesztővel, vagy éppen amivel akarsz, felsorolja elég helytelenül egy konfigurációs fájl mellé, hogy LibreOffice, avval nem nyitjuk meg, Vim, Subtext, akármi, NeoVim, Emacs, vagy egyszerűen a szövegszerkesztővel, ami alapszövegszerkesztő, azzal nyitjuk meg, azaz megnyitjuk az egyszerűség kedvéért szövegszerkesztőt. Mit lehet látni? Ahogy lehet látni, nekem három olyan bejegyzés van, ami az 500-as lemezhez tartozik, és 1, 2 és 3 darab OID számmal. Ez egy olyan szám, ami azonosítja a lemezemet, mármint úgy a gépnek. Nyilvánvalóan ez nem a lemez száma gyári, hanem formázás után kapott egy akármilyen hülye számot, jó hosszút, amivel lehet azonosítani. Ezt jegyezzük meg, ez nem a lemeznek a saját száma, ami mindenhol, minden gépen más. Lehet látni, most vissza lehet olvasni itt, hogy van egy ilyen nagybetű sorozat. Ez egy NTFS fájlrendszer tartalmazott. Nyilvánvalóan akkor ilyen számot kap, hogy a Windows is megismerje. Majd leformáztam erre, meg erre, és ezeket megjegyezte. Hülye agyával nem törölte ki ezt a bejegyzést. Mivel azt mondtuk, hogy a hülye agyával nem törli ki a bejegyzést, én az összes olyan bejegyzést, ami arra vonatkozik, hogy az 500-as Winchesteremet hova muntolja fel a rendszerbe, kitörlünk. Kitöröltem. Figyelsz arra, hogy máshoz nem nyúlsz, mert ezeket vissza lehet egyébként szerezni értelemszerűen, hogyha nem ilyen egyszerű feladatot látnál el, a relatív egyszerű feladatot, akkor lementenéd, de nyilvánvalóan három sor kitörlése nem egy agysebészet, nem csináltam egy biztonsági másolatot. A többihez nem nyúlunk. Tanuljuk meg, hogy ami olyan, hogy nagyon krix-krax, és nem értünk hozzá, vagy akármi, amihez nem értünk, nem piszkálunk bele. Oké, Ctrl-S, le van mentve, és Alt-F4-jel becsuktuk. Oksi, mehetünk tovább. Nyilvánvalóan a következő lépés ugyanaz, megmondjuk a rendszernek, hogy hova legyen szíves számunkra felcsatolni. Nyilvánvalóan ő föl tudná csatolni a megfelelő helyre, ahova ő gondolja, ahova ilyen lemezeket csatolgat, csak én a saját home könyvtáramba szeretném beilleszteni. Nyilván ugyanazt a játékot megcsináljuk, azt mondjuk neki, hogy nem te ide csatolt fel, mert igazából az, hogy CEP kötőjel 45 akármi, 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 az nekem nem sok minden érdemi dolgot mond, megmondjuk neki, hogy azért légy szíves, már ésszel ebbe a könyvtárba fölcsatolni, és leokézzuk. Leokézzuk, megint bekéri a jelszót, és utána, hát jó eséllyel, azt mondja, hogy fölcsatoltam, hova? A Home Laci 500-as mappába. Megcsináltuk azt a feladatot, ami egyébként szerintem egy egylépéses feladat lenne, hogy legyen szíves már a rendszer megnézni, hogy ha én leformázok valamit, és megpróbálom máshova felcsatolni, akkor a régi FS-tab bejegyzéseket sikálja már ki onnét. Hát nem, de nem. Hát így van, de azért csináltam ezt a rövidke videót. Tudjatok arról, hogyha leformázol egy lemezt, és megadod a csatolási könyvtárat, úgy, ahogy kell, mindent jól csináltál, de szegényem nem akarja fölcsatolni oda, ahova kell, vagy legalábbis ahova szeretnéd, akkor lehet, hogy ez lesz a hiba. Ez a hiba előfordul, az orvoslása pofon egyszerű, de hogyha valaki nem tudja, vannak ilyen hiba lehetőségek, ő neki könnyedén előfordulhat, hogy bocsi, de elkezd idegeskedni, kapkodni, ide-oda nyúkálni, törölgetni, idegeskedni, amit nem szabad Linux számítógépezés, még Windows alatt sem megcsinálni, egyébként se, akkor kárt tud csinálni a rendszerébe, vagy esetleg azt mondja, hogy hát az az egész egy nagy adag kaka, és ő ezentúl nem fog ezzel foglalkozni. De igen, egyszerű a megoldás, hogy ez miért nem ment automatikusan, nem először fordul elő velem, azt én megmondani biztosan nem tudom, a megoldást megmutattam, a többi természetesen már mindenkinek megy. Köszi szépen, sziasztok!